30 évvel ezelőtt léptem át akkor még főiskolai szintű intézménynek, az egyetemnek a kapuit, és én azt gondolom, hogy ez a itt töltött négy év, ez nagyon meghatározó volt az életemben. Ha nem ide jövök, akkor valószínűleg, hogy ezt a sok dolgot nem lehetett volna felolvasni, hiszen itt egy olyan közegbe csöppentem, amely a későbbiekben a pályámat, ami bár itt sok minden elhangzott, nem volt egy egyszerű pálya, de nagyon-nagyon meghatározta. Elhangzott, hogy atka kutató vagyok, mégis az előadásom cím egy teljesen más történet, rovarinváziók Magyarországon. Hát én ilyen hobbi rovarász vagyok, ezt szoktam mondani, amikor van egy kis időm a többi dolgai mellett, akkor bizony olyan jellegű kutatásokat folytatok, amelyek elsődlegesen növényi károsítókkal és főleg idegenhonos növényi károsítókkal foglalkozik. És amikor megkaptam ezt a felkérést, úgy gondoltam, hogy hát kit érdekelnek az atkák jelszóval, erről nem beszélnék, hanem talán beszéljünk olyanról, ami lehet, hogy egy kicsit több embert izgat, talán közelebb van az emberekhez, és talán többen találkozunk olyan idegenhonos inváziós rovarokkal, amelyek akár a nem hozzáértő, nem rovarász emberek életét is meg tudják keseríteni. A másik apropója ennek a történetnek az volt, hogy most van a Tipotex kiadónál végleges tördelés alatt kisbanás Balázs írt könyvünk a rovarinváziók Magyarországon, ahol hát szövegcentrikusan centrikusan átnéztük, hogy, hogy mi is történt itt az elmúlt időszakban. Mielőtt belevágnánk a rovarok inváziójában néhány gondolatról kell beszélnünk. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a természet, főleg a nagyon szép természetfilmek és National Geographic képek alapján, hogy az valami állandó, gyönyörű, tökéletes világ. Holott nem. Nincs állandóság. Az, amiről mi biológia egyensúlyként beszélünk, az sosem egy vonal, hanem egy folyamatosan hullámzó történet. Így nyugodtan mondhatom azt, hogy igazából a biológiában állandóság nincs. Minden változik, és ami mindig változik, a fajoknak az elterjedési területe. Vannak olyan fajok, amelyek elterjedési területei nőnek, vannak amelyek csökkennek. Vannak olyanok, amelyek teljesen új kontinenseket hódítanak meg, ez persze nagyon sokszor nekünk is köszönhető, ilyenkor fel kell tenni azt a kérdést, hogy vajon mi emberek, akik egy társadalmi lény vagyunk, elveszítettük-e a munkat -e, vagyis biológiai lény vagyunk-e, és ha biológiai lény vagyunk, akkor egy teljesen normális biológiai folyamatról kell beszéljünk, hogy az ember, mint biológiai lény, viszi egyik helyről a másikra egy adott faj képviselőit, és ott meghonosítja, amilyen például az állatvilágban is más esetekben előfordul. Ha megnézzük a tévéműsorokat, főleg most, talán ez az időszak, amikor az inváziót legtöbbször halljuk és a tévében arról van szó, hogy a márványos poloska inváziója zajlik Magyarországon, akkor azt látnunk kell, hogy ez nem igaz. A márványos poloska inváziója az egy évtizeddel ezelőtt már megtörtént. Ami most van, az csupán az, hogy már az itt meghonosodott egyedek hatalmas egyed számba jelennek meg ősszel, és aki sosem lát más rovarokat, csak esetleg ezeket, akkor azt látja, hogy ezek tömegesen özöllennek be a lakásba. Ez nem igazából invázió, mint mondtam, az megtörtént. Nagyon sokszor keveredik, hogy amit idegenhonosnak tartunk, azt úgy gondoljuk, hogy az invázió sem. Nagyon sokszor nem. Nagyon sokszor egy idegenhonos faj megmarad egy kis területen, ott vagy túlél, vagy nem, ott a áreája, az elterjedési terület, a populációinak a mérete, száma, az igazából nem tud növekedni, mert arra volt a lehetősége, hogy megmaradjon. Ami inváziós lesz, az valami sikertörténet. Nagyon furcsán hangzik, hiszen nem szoktuk ezt mondani egy inváziós dologra, de ha a biológiai szempontból megnézzük, akkor azok, amelyek megérkeznek idegenhonosként egy új helyre, és ott szét tudnak terjedni, inváziósá válnak, azok evolúció szempontból a legsikeresebb fajok gondoljunk magunkra, gondoljunk az egérre, gondoljunk a patkányra. Egyikünk sem vonos ezen a területen. Ide jöttünk, meghódítottuk az eredeti eltelés területünkről, és mégis megtörtént. Nagyon sokszor azt tartjuk inváziósnak, ami kiveri a szemünket. Létezik egy nagyon furcsa jelenség, a botanikusok ezt jól ismerik, úgy hívják, hogy növényvakság. De van ez a rovarvakság is. Elmegyünk úgy egy fa mellett, hogy azt se tudjuk, hány rovar van rajta arról beszélünk, hogy kihalnak a rovarok, holott, ha valakinek van otthon egy zsebkendőnyi kertecské, mint nekem, <kül> rengeteg fajjal találkozik. Én nem tudom megmondani, hány faunáról fajt közöltem a 366 négyzetméteres Pest, uh, kispesti kertecskémből, és folyamatosan találom és találom az újabb és újabb fajokat. Itt vannak körülöttünk. Én azt szoktam mondani, hogy a világ nem a ki. A világ a ki. Sokan vannak, ott vannak és láthatóak. <coughs> Ennyi bevezető után azonban azt elmondanám, szeretjük azt gondolni, hogy maga ez a rovarinvázió, ez egy ilyen modernkori betegség. Persze, rengeteg köze van a modern korunkhoz, de azonban ennek történelmi hagyományai vannak. Egészen a középkorig visszanyúlnak a rovarinváziónak az első lejegyzett adatai. Ez pedig nem más, mint a sáskajárások. A vándorsáska sosem volt és honos Magyarországon, hanem folyamatosan keletről hódította meg és tört be az országba, és itt olyan szintű problémákat okozott, hogy egész falvak néptelenettekkel, el, egész ö, országok éheztek amiatt, hogy ezek az állatok ellepték terményeket és elfogyasztották. Minek köszönhetjük, hogy ez elmúlt, hiszen ma már nincs szó ezekről a sáskajárásokról. Ez a vándorsáska, a lokuszta migratória faj ma védett. Mi történt 500 év alatt? Nagyon egyszerű történet. Elkezdték szabályozni a folyóinkat. Azok a petézőhelyei, amelyek eddig ideálisak voltak a sáskának, megszűntek. Ezáltal ennek a pusztítás elmúlt. Nem szabad ezt az egészet összemosni, a szubszaharai száhelyi övezetben való afrikai sáska járásokkal, mely egy teljesen más sáskafaj felelős, és ott még azt a szintű pusztítást okoz, és olyan éhezésért felelős, mint amelyért a középkorban ez az állat felelős volt. Ha előreugrunk egy kicsit az időben, eljutunk a modernebb kor első nagyon komoly inváziós fajához, Váci már rektor helyettes úrra nézek, ő azt hiszem nagyon jól ismeri, hiszen a szöllőhöz köthető történet, ez pedig nem más, mint a szöllő gyökértetű, vagy ahogy magyarosan mondjuk a filoxéra. Ez a dolog az első olyan faj, amelyet Magyarországon kártevőként regisztráltunk a 19. század végén. Olyan szintű problémát okozott, hogy attól fértek, hogy Magyarország nem homokos területein nem lesz szőlőtermesztés. Hiszen a pusztítása hatalmas volt. Fontos tudni róla azt, jól látható képen, hogy van egy levélen lakó alakja, melyen néha még találkozhatunk, és van egy gyökérrel lakó formája. Egy gyökérrel lakót kevesebbet találtam, valószínűleg azért, mert nem matatok a szőlő gyökerébe, de lehet, hogy a szőlészek meg tudják erősíteni, hogy van, és ez a dolog létezik. Mivel nagyon komoly problémát okozott a múltban, ezért Herman Otto a híres polihisztor javaslatára létrehozták 1880-ban az Országos filoxíra kísérleti állomást, ahol nem kisebb nevek, mint Horváth Géza vagy Jablonowski eh, dolgozott, és vezette a filoxíra elleni harcot. Nyugodtan mondhatom, hogy talán az első siker története volt a növényvédelmi állattannak a filoxíra elleni védekezés, és egy egyszerű agrotechnikai módszerrel történt a védekezés, vagyis ezeken a területeken, ahol a filoxéra hatalmas pusztításokat okozott, tehát a nem homoki szőlőültetvényekben, amerikai alanyra kezdték átoltani a hazai fajtákat, és így a filoxéra nem tudott benne kárt okozni. Miért is fontos ez nekem, aki az Attika Növényvédelmi Intézetében dolgozom? Mert ez az intézet volt, a mi intézetünk jogelődje, és azon a helyen, ahol jelenleg dolgozunk, a Herman Otto 15 alatt még egy, egy évi maximum, azóta ez az intézet ott működik, és ott szolgálja a hazai növényvédelemnek az ügyét. Természetesen, ha elindul egy folyamat, akkor jönnek a többiek. A következő faj, ami érkezett majdnem együtt a filoxérával, az a vértetű volt. A vértetű az főleg az almán okozott kárt, Észak-Amerikából hozták be valószínűleg alma ö, oltványokkal, és Magyarországon borzasztóan szétterjedt. A problémát megpróbálták megoldani az 1920-as években egy betelepítéssel, amely során egy természetes ellenségét betelepítették Észak-Amerikából, ez pedig a vértetű fürkész volt. Az eredmények annak az idei, abban az időben, hát hogy is mondjam, olyan felemások voltak, miért pedig nem azért, mert ez a vértetű fürkész, ez nagyon jól elpusztítja a vértetűt, de a gyökérén élő egyedeket nem. Tehát hiába pusztított el a hajtáson lévő összes állatot, a gyökére meg tudtak maradni, és folyamatosan vissza tudtak jönni. Természetesen a modern 21. századi növényvédelmi megoldásokkal ez kezelhető, de a probléma nem tűnt el, és még néha azért okoz érzékeny problémákat. Szintén ebből az időszakból származik a kaliforniai pajstetű, amelynek nagyon vicces neve van, hiszen nem Kaliforniából, és még csak nem is Észak-Amerikából származik, hanem egy kínai eredetű állat, de Magyarországra az usát érintve jutott el, valószínűleg, hogy onnan származó szaporítóanyaggal került be hozzánk. Egy, mint a minden pastetű, állatra nem igazán hasonlító nőstény egyedekből áll. Itt látható egy ilyen pastetű, aki kevésbé ismert a zoológiában. Ez alatt tartózkodnak a nőstények, illetve a fiatal egyedek. Érdekessége, hogy nem csak a magát, a növényt, hanem a termést is megtámadja. Tehát önmagában a növényben kárt okoz azzal, hogy szivogatja, de a termést is eladhatatlanná teszik. Egy másik izgalmas faj volt szintén a 1920-as években, ez nem volt más, mint az eperfa pajstetű. Ez is ázsiai eredetű, borzasztóan polifágok, mint az összes többi, ezek ilyen 300-400 fajt képesek megfertőzni, és abból táplálkozni. Jól látható, hogy milyen mennyiségben lehet egy növényen rajta. A Eperfa pastetű volt az, amely az első bizonyító adat arra, hogy a klímaváltozás hatásának milyen jelentős szerepe van egy károsító szétterjedésében. Erre az intézetünk korábbi munkatársa Kozár Ferenc, aki a pastetvek specialistája volt egy világszert elismert, szakember volt, figyelt fel és készített egy ilyen nagyon izgalmas térképet, amely jól mutatja, hogy a 1920-as évektől ennek a fajnak jól detektálhatóan nőtt az elterjedési területe, és a 2000-es évekre az egész országot meghódította. Amikor egy kicsit hűvösebb időszakok vannak, és e, ez az elmúlt időszakban azt hiszem, hogy ilyen nem nagyon volt, akkor azért csökkent az elterjedés, tehát visszahúzódott, de folyamatosan nő előrefelé, és én ugyan, az elmúlt öt évben nem volt túl komoly telünk, tehát ezeknek a melegkedvelő idegenhonos fajoknak a terjedését, invázióját ez nagyon komolyan segíti elő. Ha egy picikét ugrunk, akkor uh, eljutunk a 90-es évekig, amely egy nagyon-nagyon fontos számtóföldi kultúrában dolgozó kártevőt uh, uh, hozott be nekünk, ez pedig az orosz búza levéltetű volt. Szintén ázsiai eredetű, uh, elég széles elterjedése, és a kalászosoknak a kártevője, búza, rózs és társaik. Uh, a Kaukázusban jegyezték fel először 1901-ben a kártételét, aztán villámgyorsan szétrobbant ez a faj. Vannak olyan populációk, ahol áttelelnek az imágók, vannak olyanok, ahol csak tojásformában terjed át. A fajnak az érdekessége az az, hogy behúzódik ez az állat a búzának vagy más gabona növénynek a levélhüvejébe, ott tök jól a szivogatásától még közelebb zárja a levélhüvelyt, így aztán kontakthatású növényvédőszerek vagy a természetes ellenségek nem férnek hozzá, tehát egy abszolút jól alkalmazkodó uh, levéltetű faj került be hozzánk. Szintén ebből az időszakból származik, ez talán több uh, embernek ismerős lehet, aki otthon oleandert, leandert tart. Az oleander levéltetű, ez a gyönyörű szép sárga, színezetű állat, amely mediterrán eredetű, folyamatosan terjed a 90-es évektől Magyarországon. Uh, Sejem kóron nagyszámban számban szokott lenni, sajnálom korú egy inváziós gyomnövényünk, de jó lenne, hogy egy inváziós gyomnövényt elpusztít egy inváziós faj, de sajnos nem tud áttelelni rajta, hiszen szabadföldi körülmények között még nem alkalmazkodott, vagy nem jelentek meg azok a hidegtűrő vonalak, amelyek segítségével ez a faj a hazai klímán szabadföldi körülmények között meg tud telepedni. De! Mivel, hogy a Leanderen rajta van, és a Leandert mindenki szereti, nagyon sokszor az történik, hogy a leanderek fagymentes helyre vitelével ez az állat is bekerül, és onnan folyamatosan pótlódni tud a szaladföldi körülmények között élő egyedek, és újra tud fertőzni mindent. Nem ritka azonban az, hogy ezeknél az állatoknál, amelyek meleg, kedvelőek, néha megjelennek hidegtűrő vonalak, és ha megjelentek a hidegtűrő vonalak, akkor lehetőségük van arra, hogy ezek a fajok villámgyorsan szétterjedjenek és állandóan megmaradjanak. A Amerikai bivajkabóca talán a legkönnyebben felismerhető kabócák közé tartozik, nagyon jellegzetes kinézete van. Az 1910-es években jelent meg ő is, és szintén Észak-Amerikából származik. Borzasztóan polifák faj. Nagyon sokszor kertekbe, gyümölcsösökben megtalálhatjuk, de még erdős területeken is lehet vele találkozni, mindent megszívogat. A károkozása azért nem olyan jelentős, mint a többieknél, de azért érzékeny károkat tud okozni. Ha egy picit oda, odébb ugrunk, akkor rátérnénk mondjuk egy más csoportra, mert eddig el, főleg a szipókásokról beszéltem, a bogarakról. A bogarak a legsikeresebb csoport a rovarok között, a legnagyobb fajszámmal rendelkezik, alaktanilag is, életmód szempontjából is borzasztóan változatosak, és így aztán idegen honos és inváziós fajokban is nagy számban rendelkezünk ezzel a csoporttal. Talán a legjobban a terjedése és az inváziója a négyfoltos fénybogárnak lett követve. Ezt a fajt a II. világháború után valószínűleg Észak-Amerikából, hát Gabona segély szállítmányokkal hurcolták be a mai Németország területére. Nagyon jól végigvihető, hogy hogyan terjedt a faj szét, és ma már Közép-Európában, illetve a, 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 a... hát igen, Közép-Kelet-Európában meghatározó kártevője lett a gabonaféléknek. Ezt az állatot nem kell bemutatnom. Talán nagyon keves, kevés ember van ma Magyarországon, aki ezt az állatot nem ismeri. Nekem gyerekkori emléken van róluk, hogy nagymamáik kertjében ültem, és szedegettem a krumpi bogarakat le a burgonyáról, és tele volt, és Ö, nagypapám nem nagyon permetezett, ott voltunk kisgyerekként, ezt nem lehetett a, olyan sokat megtenni, de rengeteg volt belőle, és én élveztem, hogy tömegesen tudom a bogarakat szedegetni. Talán a legsikeresebb inváziós kártevő faj, amely ö, hazánkban előfordul. Magasztori az Extrém. Ez az állat Észak-Amerikában egy szűk területen érdegélt, ott különböző szolenácei fajokat fogyasztott, majd elkövetkezett az a furcsa dolog, hogy összetalálkozott a termesztett burgonyával. És rájött, hogy hát igazából ez egy sokkal jobb történet, mint ott a, a természetes körülmények között mocorogni, és ráment a burgonyára, a burgonya révén széthurcolták az egész világba. Európában már az 1910-es évekbe bekerült, azonban az angliai bekerülést azt nagyon jól tudták izolálni, és a bekerült populációt meg tudták semmisíteni mai napig is alig van krumplibogár Angliában. Viszont a kontinentális Európában tíz év múlva megjelent, és ott nem volt akadálya annak, hogy ez a faj villámgyorsan meghódítsa mindent. 47-ben jelent meg Magyarországon, Héderváron, ahol, aki arra jár, ajánlom figyelmébe, egy szoborral emlékeztek meg annak, hogy egy inváziós faj megjelent. Kettő darab bogár szobor van Magyarországon, mindjárt a következő. A jelentősége az annyira fontos volt annak idején, hogy egy önálló burgonyabogár laboratóriumot hoztak létre Keszthelyen, amely kizárólag a burgonyabogárral foglalkozott. Ezt Jermi Tibor akadémikus álmodta meg, és Sáringer Gyula akadémikus dolgozott ott. Maga a faj az olyan jelentős volt, és annyira a, a, a tudomány célkeresztjébe került, hogy érdekes módon 1953-ban két monografikus munka is megjelent róla, az egyiket Jermi Tibor és Sáringer Gyula, a másikat pedig a magyar bogarászat nagyja Kaszab Zoltán írta ugyanabban az évben. A név más, a szemlélet más, de igazából mind a kettő ugyanarról szól, hogy ez a bogár milyen komoly problémákat okozott, és okoz mind a mai napig a mezőgazdaságban. Nem maradtunk sokáig újabb problémás bogár nélkül. Egy szintén szobrot érdemlő fajt mutatnék be. Ez pedig nem más, mint az amerikai kukorica bogár, amelynek a, a virnifera alfaja fordul elő Európában. Van egy másik faja, az inkább a, a szubtrópusi-trópusi területeken fordul elő. Ennek a bogárnak nagyon komoly magyarországi vonatkozása van. 1992-ben került elő Belgrád, Belgrádról, a repülőtéren találták az első egyedeit, de nem tudta senki meghatározni. És elküldték Magyarországra Mert Ottónak, aki a Természettudományi Múzeum bogarásza volt, hogy mi ez? És természetesen ő egy kiváló bogarász volt, ő rögtön meg tudta mondani, hogy mi került ide, és három éven belül már itt volt Magyarországon. Batonyánál találták az első egyedeit, és szoborral emlékezünk róla, hogy ez az inváziós faj Magyarországon megjelent, látszódik mögötte a kukorica levejének a stilizált formája. Én még azt szoktam, nem tudom mennyire ismert a tünetezi nagyon izgalmas történet, mind az imágó, mind a lárva károsít, a lárva a gyökérzetet támadja, a gyökérzet pusztul, ezáltal a kukorica megdől, és ezt úgy szoktuk nevezni és legalábbis itt tanítottam a növényorvos hallgatóknak, hogy hattyú nyakasodik a kukorica, meg, me, megfekszik, és utána föláll, tehát egy ilyen görbület van benne. Az imágó sem marad azért alá a dolgokba, előszeretettel rákcsálja meg, hámozgatja a levelét, de megrágja a virágját, és a fiatal terméseket is, így aztán egy nagyon-nagyon komoly probléma, és nagyon komoly károsítója a magyarországi kukorica ültetvényeknek. Nem tudom hány szakdolgozat, PHD dolgozat foglalkozik, például Gödöllőn az Integrált Növényvédelmi Tanszéken a kukorica bogár mindenféle tulajdonságaival, de egy nagyon kiemelt téma minden szinten. Nézzünk egy újabb csoportot, a lepkéket. Hát, a lepkék sem egy semmi történet. Itt van például egy észak-amerikai eredetű faj, az amerikai fehér lepke. Észak-amerikai eredetű faj, mint mondtam. Európában először Magyarországon jelent meg, Csepelen, a szabad kikötő környékén fogtak néhány példányt. Szép kis lepke, éppen ezért ez a lepke nagyon sokáig keresett volt a lepkészek körében. Mentek, gyűjtötték, ahogy tudták, aztán, ahogy lenni szokott, már nem kellett gyűjteni, hiszen ott volt mindenhol, és nagyon-nagyon komoly károkat okozott. Jól látható a térképen, hogy tíz év alatt szinte az egész ország területét megfordította. Persze egy abszolút vagilis, gyors mozgású, jó repülő fajról van szó. Ez az állat is megérdemelt egy önálló laboratóriumot, Nyíregyházán jött létre az amerikai fehérlepke kutató laboratórium, egy kis szállodácskának a... Az alaksori részében nem ért túl sokat meg, csupán néhány évig ö, ö, ment a kutatása. De például Nagy Barnabás, aki a, a nagy öregje volt a magyar növényvédelmi állattani kutatásoknak, és majd száz évig élt, ő behatóan tanulmányozta ezt a fajt. Annyira inváziós és erőszakos terjedő, hogy olyan helyeken is megjelent, amelyek szinte lehetetlennek számítanak, nagyon komoly karantén intézkedésekkel, mint például Új-Zéland. Tehát ez a faj folytatja diadalútját. Szintén abból az időszakból származik egy ilyen kevésbé látványos, kevésbé szép faj, a keleti gyümölcsmoly. Azért ezt megszoktuk említeni, hogy rengeteg moly faj van, ami idegen honos, de a avatatlan szemeknek, még azok, akik ismerik a rovarokat, még azoknak is olyan, olyan egyformácskák, tehát hogy kevésbé látványosak. Először Kínából Ázsiát hodította meg, aztán a 20-as években megjelent Európában, főleg Olaszország. Olaszország egy nagyon sarkalatos pontja az inváziónak, mind a mai napig, hát hogy is mondjuk egy ilyen európai kiindulási centruma lehet, talán ez lehet, hogy az olaszok laza természetének a karanténra való kevesebb figyelésének köszönhető, de 1966-ig nem jelent meg Magyarországon, és onnantól kezdve nagyon komoly problémákat okoz Magyarországon is, és a világ minden táján is nem csak a hajtást rákcsálja a lárvája, hanem sajnos a gyümölcsöt is, éppen ezért nagyon sokszor a termést eladhatatlanná teszik. Egy taxonómiai izgalmasság. Ez az aknázó múj, ez nem behurcolás révén került el hozzánk, hanem természetes terjedésről. Ahogy a neve mutatja, Ohridiella, ez utal az eredeti élőhelyre, a Balkán félsziget Ochriditó környéki területeire. Azt vették észre, hogy megjelent ez a gyönyörű szép lepkécske egész Európában. De nem tudták, hogy mi az. Amikor már ott volt egész Európában, akkor írták le a fajt csupán csak, mint tudományra új fajt, tehát előbb jelent meg az inváziója, míg a faji rangja, vagy a faj tisztázása meg nem történt. Nagyon jellegzetes kártétele van, sajnos nagyon sokszor látjuk a vadgesztenye fán, mind a mai napig a lárvájának a kártételét, egyszeresen szoktak kellene természetesen védekezni. De történtek olyanok is, amelyekre az ember nem gondolna. Az akácba semmi nem ér, ezt hallottuk ezerszer, tudjuk nagyon jól, hogy abszolút idegen, de mégis hungarikum a méz miatt. De ahogy az akác az idegenhonos és inváziós fajként számon tartott növényünk számos idegenhonos és inváziós faj köthető hozzá is. Ilyen például az akáclevél hólyagos mój, vagy az akáclevél sátoros mój, nagyon jellegzetes tünetekkel a leveleken. Nyugodtan mondhatom azt, hogy az ország minden táján szétterjedtek, mindenhol ott vannak, aki akáclevelet néz valamelyik uh, lepkének a lárvájával, biztosan fog vele találkozni, és nem is gondolnánk róluk, hogy ilyenek előfordulnak. A puszpán gubacunyog egy darás ö, fajunk, a hátjászárnyú darás, nem is tudom, hogy hogy mondjuk, de a darás szerintem elegendően jó kifejezés erre az egész történetre. Egy nagyon kedvel dísznövényünkön károsít a buxusokon. A buxusokat egy ideig nagyon sok fele ültetgették, főleg azért, hát, mert nincsen károsítója. Milyen jó dolog, tegyünk mindenhova, szuper egészen az elmúlt időszakig ez a faj, a puszpán gubacs amit nem tudjuk pontosan, hogy mikor érkezett, de már a 80-as évektől vannak adatai, Ott a fő károsítója ezeknek a csodaszép bokroknak, aztán érkezett egy kihívó, aki győzött a kártevő versenyben. Nagyon jellegzetes tünetei vannak, ugyanis a puszpánknak a levelén ilyen jellegzetes kör alakú gubacsot készít, amelyben a lárvája fejlődik. Mediterrán faj, de igazából az a lehet a, a, hazai előfordulásnak az adata, hogy sok puszpángot telepítettek Magyarországra kertészeti célokkal, főleg azért, mert nem volt kártevője, és ezt a fajt magával hozta. Maga a puszpán gubacszúnyok nem okozott olyan szintű kárt, mint a későbbiekben megjelent kártevője, ettől még a növény élni tudott, inkább esztétikai és esetlegesen növekedési problémákat okozott a növénynél. A 20. századi időszak előtt elindult egy olyan fajta invázió, amelyről nem nagyon szoktunk beszélni, ez pedig a zárt területeken megjelenő ö, fajoknak az inváziója. Olyan körülményeket alakítunk ki az élelmiszer termelésünk, növénytermesztésünk révén, amely számos hazánkban nem megfelelő körülményeket találó élőlénynek is szuper tud lenni. Ilyenek például az üvegházak és az élelmiszer egy üvegház a kiegyenlített klímájával, az állandó magas hőmérsékletével, a magas páratartalommal, hát egy trópusi sziget Közép-Európában. Egy élelmiszerraktár, ahol biztosítjuk a megfelelő körülményeket ahhoz, hogy az élelmiszer ne romoljon meg, ne nedvesedjen meg, ne penészedjen be, szintén tökéletes élőhely tud lenni, és megszámlálhatat menny a mennyiségben áll rendelkezésre a károsítóknak az ott lévő élelem. Ráadásul ezek zárt helyek. A természetes ellenségek, vagy azok, amelyek fut, pusztíthatják, azok el se jutnak odáig, hogy esetlegesen uh, bekerüljenek ezekre a helyekre. Ezeknek a fajoknak az invázió és megjelenése már a 19. század végén elindult, de a 20. századra gyorsult igazából fel, és addigra uh, jelentek meg hihetetlen mennyiségű, sokszor trópusi eredetű fajaik. Ha az üvegházakat nézzük, azt hiszem, hogy akinek fóliasátra volt valaha, vagy üvegházban megjelent, az mindig találkozott ezekkel a nagyon érdekes kis rovarokkal, a liszteskékkel. Régi nevén nevezik őket molytetveknek is. Én nem szeretem, a legújabb Zoltaxonomia könyvben is liszteskéknek hívjuk őket, maradjanak, ez egy olyan kellemes név ez a liszteske. Ez a, a szipókások, rovaroknak az egyik csoportja. Talán a legjobban az üvegházi lisztes is, mert az egész világon elterjedt. Mindenhol ott van, ahol üvegház van, jellegzetes, fehér színű jószág, amelyet borzasztóan nehéz imágó formájában azonosítani még a szakembereknek. Szerencsére az úgynevezett pupáriumok, amely egy ilyen nem mozgó, képes, utolsó előtti lárva stádium, Sokszor bábnak is nevezik, de ezek nem bábok, hiszen ezek nem holometabol, roba, nem holometabol rovarok. Ezek a nyugalmi szakaszú stádiumok nagyon jó és jellegzetes morfológiai karakterekkel bírnak, és sokkal inkább lehet ezekre a pupáriumokról őket azonosítani, mint például a kifejlett egyedekről. Már Visnya Aladár 1940-ben jelezte Magyarországról ezt a fajt, és ma nincs olyan üvegházas vagy fóliakertes termesztés, ahol ez a fajt ne okozna problémát. Ennek köszönhető az a rengeteg sárga ragacs lap, ami például ilyen helyekre ki van akasztva, de ugyanúgy megjelenhet például egy egyetemi üvegházban, botanikus kertekben, ahol tényleg komoly problémákat tud okozni, és hatalmas tömegben tud elszaporodni, mert évente akár hat generációja is lehet. Ez azt jelenti, hogy hát az egyet számuk addig nő, ameddig akar. Ja. Ugyancsak rokon a tohány listeske, amelynek a pontos elterjedési területe az nem ismert, de valószínűleg, hogy Ázsiából származik. Ez egy picit később, egy 50 évvel később, 1991-ben jelent meg hazánkban. Teljesen másképp néz ki a pupáriuma, tehát ezen látszódik, hogy itt mindenféle ilyen kis nyúlványkák vannak, ezek pedig lekerekítettebbek. Tehát, hogy nagyon jól elkülöníthető a két faj a pupárium alapján, ha a növényen megtaláljuk. Ezek a fajok azok, amelyeknek nem csak az a problémájuk, hogy megszurogatják a növényt, és akkor a növény legyengül, gyengébb lesz, rosszul érzi magát, hanem vektorok is. A vektor szerep az egy nagyon-nagyon komoly szerep. Nagyon sokszor sok károsító nem is azzal okozza a problémát, hogy megszívogatja a növényeket, és akkor a növénynek rossz lesz, hanem vagy vírust, vagy baktériumot visz át, és ezáltal a növény házi menthetetlenné válik. Ha a készleteket nézzük, a készletek károsítói között a bogaraknak hatalmas nagy szerepük van. Itt vannak például ezek a szitofilusz fajok, a zsuzsokok. Nem tévesztendőek össze a zsizsikekkel, az egy teljesen más csoport. Ők az ormányos bogarak közeli rokonságában állnak. Hazánkban több fajuk is van, gabonazsuzsok, rizs vagy a kukorica zsuzsok, mindegyik idegenhonos faj, és a szemes takarmányokban nagyon jól érzik magukat. Bár a nevük arra utalna, hogy ezek monofágok és csak abban vannak, ez ebben a formában sajnos nem így van, nagyon sokszor más-más száraz szemes takarmányban is megtalálhatók. Jól látható, hogy van amelyik mediterrán, van amelyik esetlegesen ázsiai, hát egy rizsuzsok az valószínűleg nem dél-amerikai eredetű, valószínűleg ázsiai eredettel, míg a kukoricazsuzsokról biztosan tudják, hogy amerikai eredetű károsítója. Ezek nagyon pirici, két mm-es, 3 mm kis bogarak, amelyek sokszor tömegesen, akár a valódi zsizsikek jelenhetnek meg a, a élelmiszerkészletekben. De hogy mást is mutassak. Amit én nagyon, nekem nagyon tetszik, és nagy kedvencem, az a dél-amerikai szurinámi eredetű fogasnyakú gabona bogár, amely egy nagyon régóta jelenlévő károsító. Abszolút trópusi eredetű, és a gabona és egyéb készletekben nagy számban fordul elő. Ő abban különbözik a többi kártevőtől, hogy úgynevezett másodlagos károsító. Valakinek meg kell rágnia hozzá a szemet, ahhoz, hogy ő a károsítását meg tudja tenni, a szájszerve nem elég erős hozzá, hogy mondjuk egy száraz gabona szembe beregjön, de ha esetleg valamelyik másik kártevő megtette, akkor ő onnantól kezdve vígan el van a dolgon. Ugyan csak hasonló, bár ők már elsődleges kártevők, a dohánybogár, amely szintén trópusi Amerikából érkezett, és mindenféle ott van, a kaprabogár, amely indiai, de a lepkék között is van ilyen, például az aszalványbogár, amelyel a lakásban is találkozhatunk, akinek esetleg lisztje van otthon, vagy búzadarája, és meglát a lakásban lepkéket reptesni esténként, ilyen pirinyókat, nagy valószínűséggel ő került be hozzája, és ö, vele találkozhat. Mi a baj ezekkel a zárt terek készletkárosítókkal? A legnagyobb probléma ezekkel az, nem tudunk ellenük normálisan védekezni oda nem önthetjük be a rovarölőszert, hiszen utána azt fogjuk megenni, ami ott le van rakva, igaz? Tehát nagyon-nagyon nehéz ellenük védekezni. A zárterek károsítóinál, főleg a készletkárosítóknál nem csak az elsődleges kár probléma, hogy oké, okay, megesz valamennyit belőle, hanem ne felejtsük el, hogy ezek ott élnek, ahova élnek, oda ürítenek is. És ha már a másodlagos károsítási részüket nézzük, akkor ez itt nagyon komoly probléma, hogy senki sem szeretne rovar ürülékkel szennyezett lisztből kenyeret fogyasztani. Tehát ha bekerülnek, akkor ott igazából nagyon sok más lehetőség, mint a megsemmisítés, nem nagyon van, és reméljük, hogy minden élelmiszergyártó ilyen etikusan gondolkodik, és nem úgy van, ah, jó lesz az majd oda a pesti embernek, megeszik még azt a pesti népek, ahogy ez az ismert filmben van. Tehát nagyon bízom benne, hogy, hogy, hogy ezek azért ilyenkor megsemmisítések kerülnek, mert jobb lehetőség nem nagyon van. Azt gondolom, hogy a ezret forduló, vagyis a 2000-es évektől beindult ez a történet. Ennek számos oka lehet. Talán a legfontosabb az, hogy a globalizáció, a határok kinyílásával a világunk nyitott lett, jövünk-megyünk, hozunk-viszünk mindent, és ezt bizony ezek az élőlények tökéletesen jól tudják uh, felhasználni. Az is megtörtént, és ez egy másik okra vezethető vissza, hogy amelyek korábban megjelentek, de nem szerepeltek inváziósként, hanem megmaradtak egy kisebb helyen, vagy csak úgy próbálkozgattak, azok hirtelenjében megtalálták a lehetőséget arra, hogy szétterjedjenek és hatalmas tömegben legyenek jelen, ez pedig valószínűleg a klímaváltozásnak köszönhető. De nézzük is, miről van itt szó. Hát itt van ez a csodálatos faj, mert lehet, hogy sokan láttak már, akiknek kertjük van, ez nem más, mint a gyapottok bagolylepke. Ez a faj olyan volt egy kicsit, mint a fehér medvelepke, hogy úgy jött Magyarországra, mindig volt, és a lepkészek körültek neki, a fogtak egy ilyet, de 2000-es évektől valami történt. A klíma valószínűleg, hogy olyan lett, hogy teljesen jól érezték magukat, erősen megtelepettek és hatalmas tömegben lettek jelen, és ma már nagyon kiemelt kártevőnek számít a gyapottok bagolylepke, és hát természetesen, mint a nagyon sikeres fajok, ez is extrémen polifág, tehát rengeteg növényt el tud fogyasztani, és nagyon-nagyon komoly károkat tud nekünk ezzel okozni. Szintén a 2000 éveknek köszönhető a buxus legnagyobb ellensége a puszpángmoly. A puszpángmoly azt hiszem a legszembetűnőbb károsítók egyike, mindenki látott már csontra rágott puszpángokat, amelyeken nem volt levél. Ez a faj eredendően a puszpáng eredeti élőhelyéről, a kaukázus környékéről származik, vagy a kelet-ázsiai régióból, ezt nem tudják pontosan de csak 2006-ban jelent meg Európában, 2011-ben Magyarországon, Sopronban. Egy pár évvel ezelőtt szinte végig lehetett követni, hogy hogy halad végig hogy nyugatról keletre az országon. Én nagyon sokat járok Szabolcsba, a családom ö, odavaló, és sokáig nem láttuk. És az elmúlt időszakban bizony megjelentek, és megjelentek, és megjelentek, és megjelentek, és nem marad mögöttük más, csak üres rágott bokrok. Én azt szoktam javasolni mindenkinek, aki kertet épít, hogy Puszpángot ne vegyen. Szerencsére nekem olyan remek kollégáim vannak a Növényvédelmi Kutatóintézetben, akik felfedeztek valami izgalmasat azáltal, hogy megismerték a puszpángmolynak az életmódját. A puszpángmoly lepke nem szeret olyan helyre tojást rakni, ahol már egy másik lárva van. Mert hogy ha odarakja, akkor megeszi a, a, a fiatala belül az összes kaját, és akkor jól éhen pusztul. Nem tudták, hogy ennek mi lehet az oka, vagy ez, ez mi jelzi, és kiderítették, hogy a puszpánk moly ürülékének olyan illatanyaga van, amely taszítja a nőstényt, és ahol megérzi ezt az illatanyagot a nőstényt, na oda nem petézik. Az én nagyon szuper és tehetséges kollégáim kimutatták, melyik ez a kémiai anyag, mesterségesen legyártották, és ha ezt kiakasszuk a puszpángra, akkor ez bizony távol tartja majd a puszpánk molyt, és ilyen módon távol lehet őket tartani, meg lehet menteni a puszpánk bokronkat. Hát ez talán jól ismert faj, vagy nem tudom mennyire jól ismert faj, a kígyóaknál szőlőmoly. Egy nagyon jellegzetes tünet együttessel rendelkezik a szőlőnek a levelén, észak-amerikai eredetű, és a 20. század végefele jelent meg először Európába, és egy pár évvel ezelőtt került elő Magyarországon, vagy tíz évvel ezelőtt. Nagyon szép lepke az én meglátásom, szerint nem tudom mennyire jön át, hogy ilyen nagyon szép mintázata van. A fő problémát az az okozza, hogy az olaszoknál 30%-os levélveszteséget jelent a, szőlő, a, a kígyóaknál a, a, kártétele. Ez azt jelenti, hogy a szőlő asszimilációs képessége csökken, ez aztán meg fog jelenni a későbbiekben, mint a szőlő minőségében, mint a, a bor mennyiségében. A tuta abszolút, hogy ezt szoktuk nevezni, a paradicsom sarlós moly egy nagyon furcsa jószág. Egy nagyon fontos zárt helyi károsító, amely Dél-Amerikából származik, és 2006-ban jelent csak meg Európában, három év múlva már Magyarországon is volt. Üvegházi körülmények között károsít, főleg paradicsomot, és kikiszabadul. A üvegházak környékén sokszor még a téli hónapokban is lehet vele találkozni, és itt is megvan az a veszélyi forrás, hogy ez a faj, Valamikor megjelenik majd egy hidegtűrő vonallal, amely utána a szabadföldi körülmények között is nagyon-nagyon komoly kárt fog tenni. Már paradicsom, sarlós majdnek nevezzük, nem monofák, hanem számos növényfajunkat képes károsítani, tehát az eljövendő kártétele az nagyon komoly lehet. A következő faj szintén egy izgalmas történet ez a faj azok közé tartozik, amely a várható kategóriába estek nagyon sokáig. Lehetett tudni, hogy az ország körbe van lőve ezzel az állattal. Kérdéses volt, hogy mikor jelenik meg Magyarországon. Dél-amerikai eredetű volt, és az egész világon szétterjedt. A, mielőtt hazánkban megjelent, már ott volt Szlovéniában, Horvátországban, Szerbiában, és nem is meglepő, hogy az ország délnyugati határánál került elő az első kártételét bizonyító történet, néhány piacon vett burgonya gumóval egyetembe 2016-ba. A faj azóta mindenfele megtalálható. Sokszor nem tudjuk, hogy miért ilyen a burgonya, hiszen megvesszük addigra már például kikelt belőle, és kirepültek belőle, csak a rágási nyomok vannak. Ez a fajta burgonya, ha látszódik rajta, nem eladható. Nagyon sok növényfajon előfordul, főleg a szolenácei család tagjait kedveli, de gyomokon is képes megélni, de a teljes ciklusa, hogy szaporodni tudjon, az csak burgonyán, paradicsomon és padlizsánon lehetséges, éppen ezért ez egy komoly probléma. Készleteket károsít, mert a burgonya gumóba okozza a legnagyobb kárt a lárvája, azonban látható a képen, szabadföldi jelentősége is van, azokon a helyeken, ahol kint van, ott a burgonyának a levelét is képes megrágni. Ha bogarakról beszélünk, akkor a fakárosító bogarak az egy nagyon izgalmas történet, hiszen számos díszfánk vagy erdőalkotó fánk van, amelyben ezek a fajok nagyon-nagyon komoly károk, károkkal, károkat okoznak nekünk is, kertulajdonosoknak, városi parkot kedvelő embereknek, meg természetesen az erdészeknek is. Itt van például ez a gyönyörű faj, amely a amerikai darászcincér néven lett ismert. Ahogy a neve is mutatja, észak-amerikai eredete van. A 80-as években érkezett Magyarországra. Azt feltételezik, hogy kő, fertőzött kör is fával hurcolták be a lárváját, viszont a 2000-es évektől nagyon gyorsan elkezdett terjedni. Én többször a saját kertemben találkoztam vele, láttam, nagyon jó jópofat nekem, nagyon tetszetős állat azt írták az erdész kollégák róluk, hogy olyan tömeges tud lenni, hogy egy négyzet, vagy tíz négyzet centiméteren akár tíz röp nyílás is lehet, vagyis 10 lárva fejlődhetett ki ekkora területen, és onnan repülhetett ki, tehát hatalmas tömegben van jelen. Aki egy picit avatottabb szemmel nézi a nyári időszakban, biztos láthatja ezt a fajt. A következő faj, amiről pár szót szeretnék mondani, az egy nagyon szép kis termetű, egy centiméteres bogarunk. Valószínűleg, hogy ez a faj a klíma és a klíma melegedésével jelent meg először hazánkba, 1999-ben a barcsi borókásban. Gyönyörű, faj, ritka volt, szép is, azonnal a természetvédelmi oltalom alá került. Aztán kiderült, hogy az ennél komolyabb a helyzet, ugyanis az ültetett borókák és más örökzöldeken egy nagyon komoly károsítója. Nagyon jellegzetes járatnyoma van ennek a fajnak. Saját kertemben tudtam megfigyelni ezt is, mint minden mást. Ha leháncsoljuk mondjuk egy tujának a kérgét, akkor ilyen 1 cm vastagságú, lapos járatok találhatók a kéreg alatt, amely nagyon jellemzője ennek a bogárfajnak, de tegyük hozzá, nagyon szép bogár. Faiskolákban hatalmas károkat okoznak, és nagyon-nagyon nehéz ellenük védekezni, hiszen a rejtett életmódú fajok, amelyek a fák belsében fejlődnek, ott a lárvák ellen növényvédőszert használni a legnehezebb dolgok közé tartozik. Egy hasonló, de szintén nagyon komoly problémát okozó faj az a borókaszú. Szintén feltehetjük azt, hogy a klímaváltozással kezdett el terjedni. 1959-ben már Endrődi Sebő jelezte Magyarországról, hogy előfordul, de igazából a specialistákon kívül senki nem tudott róla semmit. Majd a 990-es, 2000-es évek elején elindult a kártétele. Talán mindenki látott már olyan tuját vagy borókát, amelynek egyes ágai barnák ez ennek a fajnak köszönhető, berágja magát, elpusztítja, és mindezek mellett még egy gombás betegséget, a ciprusrákot is átvisz. Ez azért nagyon fontos, mert a alapvető kártétele mellett egy másodlagos kártétele nem igazi vektor mert igazából a rágószájszerű állatok vektor szerepe az nem olyan, mint a szipókásoké. Egy nagyon komoly kártételt okozza a nyitva termőkön, ami azt hiszem mindenhol látszódik, nincs olyan pontja Magyarországon, hogyha az ember elmegy egy kertvárosi részre, egy temetőbe, ahol ne látna olyan tujákat, borókákat, amelyeknek néhány ága barna. Mindezt 20 év leforgása alatt sikerült a fajnak létrehoznia. Ezek a fajok nem az élő fában károsítanak, ezek a már kitermelt fában okoznak problémát. Az amerikai röngszú, amely észak-amerikai eredetű, és viszonylag sokára az első európai előfordulását, a viszonylag sokára került el hazánkba. Míg a másik faj a német szú, amely nevével ellentétesen ázsiai eredetű, és szintén korán érkezett Európába, 2005-ben jelent meg. Másodlagos kártevő, tehát a kitermelt faanyagban károsítanak, ami azért probléma, hiszen az erdészet nem azért termelik ki ezeket a faanyagokat, hogy utána tűzifának károsítja, hanem ezek bútorfának, épületfának, vagy bármi más olyannak kellenek felhasználásra, amelyre nagy szükség van. Ha ezek a fajok belepetéznek és a lárvájuk elkezd bennük fejlődni, akkor innentől kezdve a fa kitermelése, kivágása, az fölösleges volt, és ez komoly gazdasági károkat tud okozni uh, a, az erdészetnek. Ha megnézzük, akkor a pajstetvek azok, amelyek azt hiszem a legnagyobb mennyiségben tartalmazzák az idegenhonos fajokat. Sokszor beszélgettem még szegény Kozár Ferencsel, amikor élt, és ő azt mondta, hogy úgy szokta vadászni az idegenhonos fajokat, hogy megy az obiba, megy a, 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 az oázisba, és nézegeti a növényeket, hogy mit van, mik vannak ott. Biztos talál egy-két új fajt, amit éppenséggel behurcoltak, és ahogy ő mondta, több mint 30 úgynevezett indoor faj, ahogy ezt szoktuk nevezni, lakásokban, üvegházakban előfordul, pastetű él Magyarországon. Mondhatnánk azt, hogy minek probléma ez a mezőgazdaságnak, hiszen most bent a lakásban egy növényem van, vagy nincs, hát most az... De aki megveszi azt a növényt, annak kezelnie kell, költsége van, vegyszert ö, ö, kell használnia, vagy esetlegesen a gazdálkodó, aki ezeket megtermeli, hiszen ezeket is valahogy létre kell hozni, az egy idő után eladhatatlanná teszi, főleg, hogyha nagy mennyiségben van jelen. Ilyen például a leanderthal amely egy lapos, fehér színű ö, ö, állatka, a nősténye és a fiatalok, amely jól látható több mint 600 tápnövényfajjal rendelkezik. Tehát extrém módon polifág. Szabad földön nem tud szerencsére megtelepedni, csak úgy nyáron, hogyha kivisszük a lakásban lévő fertőzött növényeket. A lágy teknős pajt, pajt, pajt is hasonló, több mint 700 tápnövényfajjal, viszont itt már megtörtént a kiszabadulás, és 2010-től ennek a korábban csak Lakásokban, illetve zárterekben előforduló fajnak szabadföldi stabil populáció is vannak. Tehát az, amit korábban említettem, hogy megjelennek hidegtűrő vonalak, ha kell, még hidegtűrő vonalak, azok itt vannak. Szintén nagyon-nagyon fontos uh, faj, uh, faj a viaszos citrom pajstető. Uh, nagyon jellegzetes kinézete van, ezek a viaszok, ezek ilyen, ilyen tüske formájában jelennek meg. Szintén láthatod, hogy majd fél ezer tápnövénye van. A világon mindenfele elterjedt, egyelőre üvegházi, de várható a szabadföldi előfordulása. Szintén hasonló a jellegzetes kinézetű indiai technős pajtetű. Nem tudjuk, honnan származik, ez az india, ez egy feltételezés a nevében. Viszont kevesebb tápnövénye van, de ez már mint ilyen indoor fajként nagyon jól meg tudott telepedni szabadföldi körülmények között. És 2016 óta ismerünk szabadföldi populációit. Ha egy másik csoportra ugrunk, de maradunk a szipókásoknál, az egyik kedvenc szipókás csoportom a levélbolhák. Gyönyörű, szép fajok tartoznak ebbe a csoportba, számos behurcolt és az egész országban szétteljett fajjal. Ilyen például ez a ezüstfa levélbolha, amely a jól ismert parkfánkon fordul elő, az Elágnus fajokon, az ezüstfákon. Ez az első inváziós levélbolha faj volt, amelyet Magyarországról kimutattak. 1990-ben volt az első adata, de úgy nem nagyon volt ismert. Aztán, ha az ember jobban megnézi, és esetleg odafigyel az ezüstfára, amelyet mindenhova ültetnek, akkor kiderül, hogy majdnem mindenhol találkozhatunk vele. Sokkal extrémebb történet a Babér levélbolha amely 2009-ben került elő Magyarországról. Itt az történt, hogy a akkori kertészeti egyetem, a budai kampusznak a, az egyik munkatársa, az egyetem kertjében lévő babéron észrevett egy levélborhát, hát amelyről kiderült, hogy e, ez a faj, és olyan jól érzi magát, hogy azóta is stabil állománya van ott. Mivel a babér nálunk nem egy széles körben ültetett növény, ezért valamilyen szinten izolálva van ez az állomány. Én azt gondolom, nem leszünk egy babér nagy hatalom, de ha esetleg népszerű kerti növényé válik a babér, mint a füge, akkor lehet, hogy a szétterjedése is sokkal gyorsabb lesz, és lehet, hogy a szétterjedése ilyen szinten nekünk lesz köszönhető. Az elmúlt években talán az egyik legfontosabb uh, idegenhonos faj felfedezése az a kajszi levéltetű volt. Ezt a fajt 2016-ban találták meg hazánkban, kimondottan a kajszihoz kötődő fajként, vagy uh, Európában, és amikor 2021-ben először kimutatták, az egyetlen levéltetvekhez ülő ember Magyarországon az itt uh, körünkben, ezt a fajt sem tudták morfológiai alapon azonosítani, hanem molekuláris módszerek azonosításával kellett elvégezni. Kiderült, hogy az egész országban már ott van. Tehát mire az első Magyarországi rábukkanása volt, addigra kiderült, hogy az egész országot meghódította. Bár nem tudjuk pontosan, hogy van-e ilyen szerepe, de a szervezetéből már a a kajszi himlő vírust kimutatták, de hogy igazából vektor funkciója van, hogy ha, és ez ténylegesen kimutat, az még nem történt meg, de potenciális vektorfajként jelen van, tehát nem csak a levéltetű féle károkozás, hanem ez a vírus vektor szerep is egy nagyon-nagyon komoly veszélyt jelent az elkövetkezendőben, és mint említettem, két évvel ezelőtti ennek a fajnak a felfedezése. Persze olyan szép dísznövényekkel, mint a bambuszokon is, Megjelentek ázsiai fajok. Hát ezeket valószínűleg import bambuszokkal hozták be. Érdekes módon ezeket a fajokat még először Olaszországba találják meg, és utána Magyarországon, hiszen Európai Unión belül nincs határ. A import növények úgy közlekednek az unión belül, ahogy gondolnak, és velük együtt a károsító szervezetek is. Szerencsére ezeknek jelentős kártétele, megfigyelhető kártétele nincsen, de minden olyan növény, amely levéltetővel fertőzött, mert a levéltető nagy és jól látható növény, az általában a kereskedelmi forgalomban eladhatatlanná válik, bármit is tesznek vele. Szintén egy izgalmas történet, a kabócáknál a tujakabócának a megjelenése. Hasonló, mint a, 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 a kajszi levértetőnél, amikor megtalálták 2012-ben, ez a faj már egész országon jelen volt. Nem az történt, hogy találtak egy inváziós pontot, és onnan szétterjedt, hanem már csak azt vettük észre, hogy ott van mindenhol. Persze, ezeknek mindig van egy olyan ö, olyan utalása, hogy ha több lenne a specialista, több lenne a rovarokhoz értő ember, működne egy növényvédelmi szolgálat, mint régen volt, akkor valószínűleg hogy ezeket a dolgokat sokkal hamarabb észlelni tudnánk, és esetleg tudnánk izolálni a dolgokat. Valószínűleg természetes terjedéssel, mivel mediterrán eredetű terjedése jutott el hozzánk, és igazából folyamatosan terjedés tőlünk északabbi országokat is hódít meg. Az az érdekessége a fajnak, hogy bár nagyon sok kabócafaj található nyitva termőkön és ciprusféléken is, ezek apró zöldek és főleg télen nagy számban vannak jelen rajtuk. Ez az egyetlen faj, a teljes ciklusát, tehát tojástól kifejlett egyedik párzó egyedekig le tudja élni a ciprusféléken. Ha arról beszélünk, hogy a kabócák között vannak nagy és látványos fajok, akkor nem tekinthetünk el ettől a fajtól, amely szerintem az egyik legszebb kabóca faj. Közeli rokona az amerikai lepke arról nem most, már egy picit később fogok még említést tenni, ez egy nagyon szép, nagyméretű, zöld lepkefaj, amely Észak-Amerikából érkezett, és 2004-ben már előkerült Európából. Ezzel a fajjal is úgy jártunk, mint túl sok minden mással, hogy mire Magyarországon 2021-ben felfedezték, akkor nem egy pontból került elő, hanem sokkal több helyről. Ennél a fajnál nagyon jó lehetőség az, hogy egy könnyen felismerhető faj, igazából aki egy ilyet látott, az fölfogja fogja ismerni a kertjébe várhol. Tehát az úgynevezett citizen science, vagy a közösségi tudományt be lehet vonni, Mindenféle uh, social média segítségével ennek a fajnak a feltérképezésére. Ezt tette az egyik kollégám is, aki erre felhívást küldött körbe különböző rovará, rovarász és rovarbarát Facebook csoportokba, és érkeznek az adatok folyamatosan, hogy a faj hol és merre fordul elő Magyarországon. Azt hiszem, hogy ezek talán a legismertebb szipókás, inváziós fajok, amelyek az elmúlt időszakban érkeztek Magyarországra, hiszen ezek azok, amelyek a mindennapjainkat őszi időszakban megszokták keseríteni. Ilyen például a Márványos Poloska, amelyet 2013-ban Budapesten találtak meg, úgyhogy a nemrég el, fiatalon elhunyt Vétek Gábor rovarász, aki a, a, a rovartani tanszéken dolgozott a budai kampuszon, berepült az ablakán. Vannak ilyen extrém történetek, hogy a róla ki se kell mennie érte, hogy mi legyen, aztán Rédei Dávid meghatározta. A másik, a zöld vándor poloska, az viszont Szeged környékéről került elő 2003-ba, és mindkét faj hatalmas tömegben van jelen. Sokáig a márványos poloskának egyetlen egy generációja volt ismert Magyarországon most úgy néz ki, hogy több generáció is előfordul, úgy néz ki, hogy áttelel áttel áttelel, tehát hogy folyamatosan rendszeresen jelen vannak nagy számban, holott az egyik faj csupán 20 éve, a másik csak 10 éve jelent meg hazánkban. Nagyon nehéz ellenük védekezni, hiszen ezek a poloskák, ezek büdösek, rossz ízűek, nagyon kevés állatfaj fogyasztja el őket. A márványos poloskára van jelenleg egy újonnan kifejlesztett csapdatípusunk. Ennek az őse még egy közös, az egyetemmel közös pályázat keretében indult, és annak egy továbbfejlesztett változata ma már ott el, hogy lassan ipari formatervezés lesz belőle, amely azt a szokását modellezi le, hogy ezek az állatok télire szeretnek melegvédett helyekre behúzódni. Ezért van az, hogy a lakásunk ablakán folyamatosan kopogtatnak, ki, és sokszor tömegével e, jutnak be. De nem csak ez van, hiszen rengeteg más poloskafa is, mert a platánbodobács az 1990-ben jelent meg először hazánkban, majd 96-tól tömegessé vált. A Bodobács 95-ben észlelték először, és ilyen tömeg hásokon nagyon gyakran megfigyelhető, ezresével vannak jelen egy-egy fán. Mind a kettő szivogatja a növényt, én azt gondolom, hogy a platánbodobácsnak a jelenléte nem olyan problémás, hiszen van más, ami komolyabb problémát okoz a platánon. Nekem az egyik kedvencem a nyugati levéllábú poloska, ez egy észak-amerikai károsító faj. Majdnem egy centiméteres szipókája van, és ez a faj, ez már volt, hogy emberre támadt. Nem azt jelenti, hogy elvitte a gyereket otthonról, és megette, hanem kertben pihenő emberekre repült rá, és szurogatta meg őket. Ezt Állatorvos barátommal próbáltuk kideríteni, mi lehet ennek az oka, hogy vajon olyan tusfürdőt, illatanyagot, dezodort vagy parfümet használta, akit megtámadott, nem sikerült kideríteni. Gyönyörű, szép, vörös eritróma alakult ki a szúrás nyomán, és nem tudjuk, hogy van-e annak szerepe, hogy esetleg növényből állatba, már emberbe kórokozót tud -e átvinni. De a poroskáknál nem egy ritka jelenség az, hogy ilyen próbaszúrásokat végeznek mindenki amire leszállnak, és ha ez pont egy adott esetben egy ember, akkor bizony az emberre repülnek. A legszebb poloskák azok a csipkés poloskák, a Tingidé családból, ilyen például a platán csipkés poloska, amely jól ismert. Ha ránézünk egy platán levél, és azt látjuk, hogy a közepetáján fehér esedik, az azt jelenti, hogy ilyen kis poloskából rengeteg van a levél fonákján, és szivogatja a növényt. Észak-amerikai eredetű 64-ben jelent meg. Európában, 70-ben hazánkban is azóta borzasztóan nagy tömegben van jelen, mindenhol előfordul. A másik az, amitől az erdészek sokáig rettegtek, és amitől rettegnek, az beszokott következni, az a tölgy, csipki és poloska. A tölgy nagyon fontos, hiszen ez egyik legfontosabb erdőalkotó fafajunk, és megjelent rajta az észak-amerikai eredetű faj, amely 13-ban jelent meg először, és ma tömeges minden szinten az országba, és az erdészeknek ez egy komoly problémát okoz, hogy a sok más erdőalkotó károsító mellett ezzel szemben is megfelelően védekezzenek. Ez egy nem túl látványos állat. Ez a szillevél darázs, amelyet imágó formájában nem nagyon szoktunk látni, viszont a jellegzetes rágás nyoma a szilfajokon nagyon gyakran megfigyelhető. Az elmúlt időszakban nagy divat lett az úgynevezett csodasövénynek az ültetése, amely egy kaukázusi szilfaj, nagyon gyorsan nő, akár, akár három-négy év alatt két méter magasságra tud nőni, jól vágható, sövénynek ültethető fa, és úgy árulták, hogy ez se eszi semmi. És akkor megjelentek ezek az állatok, és ahol van, mind az őshonosokon, mind a termesztett szilfajokon megjelentek a rágás nyomai igazából komoly kártétele nincsen jelen pillanatban, aztán a jövőt nem tudjuk, hiszen viszonylag friss, alig csak 20 éves megjelenése. Sokkal komolyabb gondokat okoz ez az uh, kelet-ázsiai eredetű faj, a szerítgeszteni gubacs darás. Kínai 2002-be került be Európába, valószínűleg valamikor utána Magyarországra, először még elkapták. Itt is az történt, hogy avatott szemű növényorvos kezébe került a levél vagy erdész kezébe, észrevette, tudta mi van, és akkor tudták a populációt izolálni és elpusztítani. De ez mindig esetleges. A következő támadást már nem sikerült kivédni, és a faj szétterjedt hazánkban. Főleg az országnak a délnyugati területein vannak nagy szerítgesztenések, ahol azért igen komoly problémákat okoz a faj de hasonlót lehet elmondani a mandula magdarázsról is. Maguk a darazsak, én nem mondanám azt, én nem tudnék darazsat meghatározni, annyira nehéz a fajoknak az azonosítása, de a tünetekről meg a, a károsításról azért jól lehet következtetni rá. Ez a faj feltételezhetően szintén a klímaváltozással érkezett hozzánk. Nem tudják eldönteni, hogy a Mediterráneumból vagy közép származik -e, hiszen a mandula ez egy nagyon régóta használt növényünk. 97-ben jelent meg először Budapesten, Ma a mandula ültetvények legfontosabb károsítója. Jól látható, hogy azt, ami a mandulában a legfontosabb, azt a részt a lárva teljesen elpusztítja, és akár 90%-os kártétellel bír. Az akátra is érkeztek újonnan érkezett károsítók, ilyen például az akát levéldarázs, amely 1820-ban jelent meg Európában. A hazai előfordulást pontosan nem tudjuk, de ma kis egyet számban mindenhol megtalálható, és az akác levélen látott ilyen rágások hír elsődlegesen az ő lárvája felelős. A másik az akác gubac szúnyog, amely szintén Észak-Amerika eredetű, behurcolták Ázsiába, behurcolták Európába, hazánkban is megjelent 2006-ban, és a tünetei nagyon jellegzetes, egyfajta ilyen felcsavarodó gubacsokat okoz, amely egészen odáig mehetnek, hogy a teljes levélből gubacs lesz. Persze mondhatjuk akárci inváziós növény mit számít, de ne felejtsük el, hogy az erdészetnek egy nagyon fontos fafaja az akác, akár épületfa szempontjából, akár tüzelő, vagy ne a bútorfa szempontjából is. Szintén egy kevéssé ismert darás fajunk a lepényfa gubac amely nagyon jellegzetes gubacsokat készít a különböző lepényfa fajokon. Nálunk olyan gyakori, hogy a városi parkokban lévő fákon majdnem mindig megtalálható. Apró termetű jószág, én azt gondolom, hogy szintén egy nagyon nagy siker történet, hogy az 1992-es első hazai adat óta ma már mindenhol megtalálható. Egy kicsit újabb történet, hiszen nem mindig minden a régebbre mutat vissza. A, ezzel a magyar névvel nem rendelkező ollós darásfajról azt érdemes tudni, hogy 2017-ben jelent meg, és valószínűleg az ő gazdáját követte, amely nem más, mint az amerikai lepke kabóca, amelynek a parazitoit gyártják. A megjelenése az annak köszönhető, hogy ezt a fajt folyamatosan biológiai védekezési ágnánsként telepítették különböző országokba, Európába is. Hol sikerült, hol nem sikerült. Magyarországon nem telepítették, tehát nagy valószínűséggel európai populációkból került át hozzánk, és hogy hatással lesz-e az amerikai lepke kabóca populációra, vagy sem, azt nem tudjuk. A darazsakról még egy pár gondolatként hogy a nagyon szép és nagyméretű lopódarazsak között is több uh, idegenhonos inváziós faj található, amelyek között számos, nagyon-nagyon gyakori van. Az első, ami érkezett, az az észak-amerikai, mexikói fűdarázs, 2002 óta nálunk van, ez egy fekete színű darázs. Én a saját kertemben sárga, sárga ragacslappal uh, szoktam fogni. A barna lábú egy nagyon szép, ázsiai eredetű faj a 90-es években jelent meg. Szintén megfogtam a saját kertembe. A fekete nyelűt azt nem fogtam meg, ez a 2000-es évek után érkezett hazánkba észak-amerikai eredetű faj, egy teljesen más kinézetű faj. És a legújabb, a mediterrán lopódarázs, amely egy széles elterjedésű fajnak egy mediterrán alfaja, amely a tavaly évben került át először hozzánk, nem tavaly előtt került át hozzánk, Valószínűleg itt is a klímának a megváltozása okozza ennek a fajnak a megjelenését. A legszebb hazai legyünk, az a földközi tengeri gyümölcslégy. Ez a faj, ez egy örök próbálkozó. 1928 óta próbálja Magyarországot magának meghódítani. Itt vannak a közölt adatok, amelyeket ismerünk uh, az irodalomban. Volt olyan, hogy évekig megtelepedett, és el volt, de szerencsére akkor még voltak telek, és a teleket nem tudta uh, túlélni. A saját házamban fogtam jó néhány egyedét, ez a 21-es adat, mert hogy ez a faj, ez narancsal és mandarinnal van legtöbbször behurcolva Magyarországban. Egy időszakban, 90-es években kimondottan figyeltek rá, mert egy hatalmas spektrummal rendelkező kártevő, nehogy véletlenül bekerüljön, és a népik munkatársai, vagy akkor még nem is tudom mi volt a neve, szakszolgált munkatársai vették a, a boltokban a narancsot és a mandarint, és boncolták, hogy van-e benne lárva. Uh, hozzánk valószínűleg úgy került a lakásba, hogy volt néhány fertőzött Tesco-ban vagy Osanban vásárolt narancs vagy mandarin, amely megrohadt, ott volt, és valahogy kifejlődött. Azt gondoltam, ennyi a történet, de azért én szeretek biztosra menni, és ismert a fajnak a feromonja, ezért beszereztem feromoncsapdákat, és kiraktam a kertembe, hogy vajon a feromoncsapda fogja -e őket, és kiderült, hogy az ember csak úgy dobálja ki a komposztba a narancsot, a mandarint, ami elrohadt, és a feromoncsapda meg tömegesével fogta őket. Szerencsére úgy néz ki, hogy nem maradt meg, mert ha megmarad Magyarországon ez a faj, akkor a legtöbb gyümölcsünkben nagyon komoly kártételt fog okozni. De a klíma változik, a telek enyhülnek, ezt érezzük, azt hiszem. Idén még nem volt komolyabb hideg, és lassan december van. Tehát ezek a mediterrán fajok lehetséges, hogy az elkövetkezendő időszakban a nagyon komoly károsítók lesznek. Mint ahogy lettek más legyek is. Nem elég, hogy van nekünk saját olyan legyecskénk, amelyik a cseresznyébe károsít. Megjelent egy amerikai eredetű faj, a keleti cseresznye is nálunk. Ezek a fúró legyek, ezek a, talán a legszebb legyek közé tartoznak, az előző fa is oda tartozott. 1983-ban jelent meg, 2002-ben fordult elő először nálunk, majd aztán tömegessé vált, és ma ott találkozhatunk vele, ha kiragasztunk egy sárga ragacslapot a cseresznyefánkon, biztos, hogy találunk vele. Nem csak cseresznyét, megyet is, vagy más csonthéjas növényekben is képes fejlődni. Aztán, hogy ezek a, ez a társaság nem maradjon ö, újabb hódítók nélkül, megjelent nálunk a nyugati dióburok fúró légy. A dió egyik legkomolyabb problémája ö, a 80-as években Európában, hazánkban, 2011-ben a nyugati határvédeken, és nagyon jól megfigyelhetően terjedt ez a faj. Én imágó egyedeit még december 31-én is fogtam. Tehát egy abszolút túlélő fajról van szó. Ma a diónak a legfontosabb kártevője? Persze tudunk ellene védekezni, mert a lárvája az a talajban bábozódik. Ha lehullt diót összegerebézzük és nem hagyjuk, hogy a talajba ki tudjanak mászni a lárvák, akkor nagyon sokat teszünk a következő évben a dió megvédésére. De én azt szoktam mondani, hogy inkább szokjunk hozzá, hogy nem ültetünk diót, vagy legalábbis nem tervezzük a megélhetésünket a dióra alapozva, mert ez a faj nagyon komoly károkat okoz. Persze nem fejeződött be a sztori, tehát a történetnek nincs vége. További fajok várhatóak, amelyek én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő tíz évben meg fognak hazánkban jelenni, és ezek fognak károsítani, az első lemaradt a neve, a, a, különböző gyümölcsöseinkben, legyen az akár a jelenleg oly népszerű homoktövis is. Egy nem kártevő faj, de szerintem az egyik legizgalmasabb és leglátványosabb faj, a páva légy. Ez egy gyönyörű szép legyecske, amely azon kevés légy közé tartozik, amelyet úgy első ránézésre fel lehet ismerni. Paplászló akadémikus, a magyar legyészet nagyja. Ő mindig azt mondta, hogy legyeket így ránézésre nem mondom meg. Van egy-két kivétel, és például ő is ott volt, egy gyönyörű szép faj. Nagyon jellegzetesen felemeli a szárnyát és mozgatja, szinte táncol vele, onnan kapta is a nevét, angol és pékok flynak hívják. Észak-amerikai eredetű 2016-ban nem magyarok, hanem ukrán kutatók jelezték Magyarországról, mindenhol ott van. A mindenhol ott van, ez azt jelenti, hogy természetesen saját kertemben is megfogtam. A következő faj, a látott légy, erre úgy nyilatkozott paplászló, hogy az egyetlen olyan légyfaj, amely nagy, látványos, mással nem köverhető össze, és elfogadja azt, hogyha valaki azt mondja, hogy látták már Ferihegyen, és Ferihegyen látták is, de az első ilyen legyecskét, azt Murányi Dávid kollégám és barátom gyűjtötte, ezelőtt egy évvel Magyarországon, ami meg is lett fogva, és mikroszkóp alá be is lett rakva. Aztán az idejében természetesen én is megfogtam a kertemben, mert minden előfordul, és nem én viszem be, minden előfordul a kertemben. Ez egy haszonrovar, ezt tudnunk kell róla. Nagy számban tenyésztik ezt az állatot, különböző takarmány kiegészítésként a lárváját felhasználják fehérjepótlásnak. Az egyik legjobban detektált károsító terjedés az a petyeszárnyú muslicához kötődik. Ez a csepp rovar, ami tényleg egy apró muslicácska, ez várható volt Magyarországról, mégis az első adata az 2017-ben az M7-es autópálya egyik pihenőjéből származik. Mi történt? hetett ott, hát jött egy család haza nyaralásból, Horvátországból, Szlovéniából, vagy Olaszországból, ahol ez a faj már elterjedt volt, hozhatott egy almát, egy banánt, vagy akármi más gyümölcsöt, és amikor észrevették, hogy rohadt, akkor ezt kidobták a pihenőbe. Na most ennek a fajnak nem kellett több. Először 2012-ben Táskánál megjelent, majd 13-ban az M7-es végén, majd utána az autópálya hálózatot felhasználva az egész országba, és három év múlva a megjelenítsétől Nógrádba, ahova nem vezet autópálya, a termelőtől nem vették át a málnát, mert olyan fertőzött volt a lárvájával. Egy abszolút bestiális jószág, ha kicsiről ilyet tudunk mondani, képes megfertőzni az épp gyümölcseket. Azt tudjuk, hogy a muslicák azok otthon nem okoznak problémát, kicsit megrohad a körte, abba fognak megjelenni. Ennek az állatnak olyan tojócsőve van, ami fűrészes, az épp gyümölcsnek a héját is föl tudja vágni, és a tojásait be tudja rakni, és onnantól kezdve kész a fertőzöttség. Az inváziós rovarok közül nagyon sokat hallunk az inváziós szúnyogokról. Nem tudom, hogy itt a környéken mi a helyzet, én otthon nem látok mást a kertemben, csak inváziós szúnyogot, folyamatosan azok csípnek, hatalmas tömegben, elsődlegesen az ázsiai tigris szúnyog. Három faj érkezett, kvázi két év eltéréssel, és terjedt el az országba. Nagyon várhatóak voltak, kapcsolódok vissza ismét Pap Lászlóra, aki nekem ezelőtt húsz évvel mondta, hogy figyelj öcsi, ez volt a szava járása, figyelj öcsi, itt fognak jönni olyan szúnyogok, amelyek nagyon komoly problémákat fognak okozni. Meg is jöttek. Minek köszönhetjük, hogy itt vannak? Az autóguminak. Az Ázsiából hozott autógumik, ha esőzésedbe kerülnek, akkor abba megáll a víz, abba belepetéznek a szunyogok, és a hosszú hajóutat kibírva megérkeznek Európába, ahol tökéletesen jól érzik magukat. A három faj azért problémás, mert olyan betegségeknek lehetnek a vektorai, mint a nyugatnélusi láz, amely nagyon-nagyon komoly egészségügyi kockázattal jelen, rendelkezik, és így nem csak abból a szempontból fontos, hogy megcsípnek bennünket, hanem ez egy nagyon-nagyon komoly humán egészségügyi kockázatot is rejt. Az ázsiai tigris szúnyog nálunk tömeges a kis kertemben, nyáron nem tudtunk kimenni miatta. Ami nagyon érdekes, hogy az immunválaszunk az teljesen más, mint az őshonos szúnyogoknál, nem tudom, csípette meg valakit ilyen. Mivel olyan sok volt, az ember kénytelen volt megfigyelni, a szúrás után körülbelül 10 percig viszket, és utána eltűnik szemben a hazai őshonos szúnyogoknál, amelyeknek a csípése akár egy hétig is kellemetlen, vakarjuk, piros lesz, ezek nagyon gyorsan, két kisfiamnál is pikpak megcsípte, ott volt aztán már, mire bementünk a játékból, addigra már a, 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 az allergiás reakció el is tűnt. Nem maradtunk annyiban, három faj várható Európába, amelyet nagy valószínűséggel be is fognak hurcolni. Az Ökológiai Kutatóközpont munkatársai dolgoznak ezekkel a fajokkal, próbálják felmérni a hazai előfordulást, próbálják megnézni azt, hogy vannak-e esetlegesen olyan betegségek, olyan kórokozók, amiket hurcolhatnak. Egyelőre szerencsére nem történtek ilyenek. Egy picit ilyen rendszertanyag mentem, és most ha marad még annyi időm, nem tudom mennyit maradhatok még, akkor egy kis inváziós érdekességről szeretnék beszélni, de ezt tényleg csak gyorsan. Van itt egy állat, amely inváziós, de nem a rovar az inváziós, hanem amit hoz. Ez pedig nem más, mint a teláziózisnak nevezett szemférgesség, okozó fonálféregnek a vektora, ez a fortika variegátának nevezett legyecske. Ez egy ázsiai eredetű féregfaj, amelyet ez a faj a kutyák és a szarvasmarhák személyébe visz. Mondtuk eddig ezt, de az idejében megjelent az első humán fertőzés. Tehát ez a kép, ez akár lehetne egy ember szemé is. Ha a vektorokat nézzük, egy nagyon izgalmas történet a nyugati virágtripsznek a története, amely egy észak-amerikai károsító, sokáig üvegházban, főleg gerberafajokon károsított, a szúrásaival, de aztán összekeveredett itt Magyarországon a TSVV vírussal, ez a Tomato Spotted white vírussal, aminek a fő terjesztője lett, és így az üvegházi paradicsom és paprika terjesztés, vagy termesztés egyik nagyon komoly kártevője. Említettem az amerikai lepkekabócát, szintén egy nagyon fontos faj, 2004-ben jelent meg, főleg esztétikai kárt okozott azzal, hogy a mézga termelése, még a, meg a, a váladéka miatt ilyen nagyon csúnya lett a növény, de kiderült, hogy bizony baktérium és fitoplazma, azok is baktériumok, fajokat képes átvenni egyik növényről a másikra. Talán itt nem kell bemutatnom, a szöllőkabócát, amelyik észak-amerikai eredetű, 2006-ban jelent meg Magyarországon, és a, szőlő szöllő arany színű sárgaságának, a Flavestens Dórénak, a vektora, ez egy fitoplazma betegség, ez azért itt volt folyamatosan, de nem volt olyan vektora, amelyik ezt tök jól át tudta volna vinni, meg megjelent, de nem történt probléma, viszont ezzel a fajjal ez megoldhatóvá vált sajnos a dolognak, ez egy karanténkárosító, ha előkerül egy szőlőültetvényben, akkor az teljes kivágást jelent ilyen esetekben. Nagyon szeretem a pillangósokat. A pillangósok egy nagyon izgalmas csoport, rengeteg idegen honos és inváziós fajjal. A pillangósok növények és élelmiszernövények is egyben, számos izgalmas idegenhonos fajjal, például a mediterrán elterjedésű Livilla variegátával, amely különböző aranyesű fajokon fordul elő, bocsánat, nagyot ugrottam, a kakopszilla pulhellával, amely az ázsiai eredetű jódásfának a károsítója hatalmas tömegben van rajta, csúrog a mézgarolla, amikor tavasszal megjelenik rajta. Vagy a sejemakácon előforduló sejemakác levél bolhán, amely téli-nyári alakja van, és azt gondolom, hogy akinek sejemakácsa van, biztos, hogy fertőzött a növénye. A pillangósok, most bocsánat, belehúztam egy kicsit, a pillangósokon nem csak ö, a növényeken károsítók, hanem a magban károsítók is nagyon fontos, és rengeteg idegen honos fajok van. Például nem tudjuk, de a boltban kapható babzsizsikünk, amit a fertőzött babban meg venni, nem is honos Magyarországban. Magyarországon a 19. században hurcolták be, és 1940-ben mutatták ki először a jelenlétét hazánkban, holott a babot már viszonylag régóta terjesztjük ezt az amerikai eredetű növényt. A borsó sem egy őshonos növény Magyarországon, hanem az eredete valahol ott a, ott a, 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 a közel-kelet kisázsiai részem van, de a Borsó olyan régóta itt van, hogy kvázi megtelepedett, ha nem is ősfonosnak, de, de megtelepedettnek tekinthető, de ő sem él velünk folyamatosan. Aztán más pillangósokat, amelyeket dísznövényként termesztünk, vagy ültetünk, számos inváziós is idegenhonos van, és, idegen fajok, és minden, mindenhol ott vannak ezek a fajok. Ilyen például a gyalogakárdzsizsik, a sejemakárdzsizsik, a júdásfazsizsik. Majdnem minden pillangós dísznövényünknek van egy magfogyasztó bogara, egy zsizsike. Így nyugodtan elmondható az, hogy például a lepényfának több zsizsik faja is van, és ezeket folyamatosan mutatták ki az elmúlt időszakban, és ezek nem egyszeri kimutatások voltak, hanem azt jelentette, hogy ezek a fajok el is terjedtek. A füge kedvenc növényem, otthon 6 vagy 8 fajtát tartok a kertemben, én nagyon szeretem. Korábban az volt, hogy ez csak az ország déli részén, vagy Budán, vagy itt Egerbe olyan helyeken megmaradhatott, ma már mindenhol, tehát már Szabolcsban is beírjuk a füge, nem nagyon voltak károsítói. Aztán megjelent a fügelevélmóly, első adata 1950-ben. Akkor az nem tudott megmaradni, viszont 2011-től folyamatosan jelen van, ahol füge van, ott a fügemóly, ott van. A másik károsító egy levélbolha. Éveken keresztül jártam Murányi Dáviddal egyetemben egy időben, az ország déli határára mikor jön ez a faj, már ott volt új vidéken. Aztán 2012-ben megér megérkezett, a Villányi hegység, Mecsek, és Hévíz az idei évben már előkerült Budapestről is, valahogy ezt a távolságot viszonylag gyorsan át tudta hidalni. Aztán vannak olyanok, amelyek rejtetten történő invázióval rendelkeznek, ilyen például a Jukka Trips, a lyukka az egy nagyon gyakran és sokfele ültetett dísznövény, főleg olyan helyeken ültetik, ahol... Uh, erős a légszennyezettség, a porszennyezettség, nagyon jól bírja utak mentén, parkos területeken, sok helyen van kivadulva. Amerikai eredetű a Jukka Trips, amelyet már 82-ben jeleztek, hogy várható lesz, és itt pár éven belül elő is került, és kiderült, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható lyukkák jelentős része fertőzött ezzel az állata, csak senki nem húzza szét a tőlevél rózsát, hogy benézzen a levelek mélyére, ahol ez a károsító megfigyelhető. De ugyanez elmondható erre a kelet-ázsiai eredetű lisztes kére, amely abban különbözik az összes hazaitól, hogy fekete színű a pupáriuma és semmi más nem hasonlít, számos fajon fordul elő, de ezt is mire megtalálták és először közölték Magyarországon, kiderült, hogy az egész ország területén már ott van. Aztán egy nagyon fontos dolog, a kontroll szervezetek, mert nem csak olyan fajok érkeznek, amelyek károsítanak, vannak olyanok, amelyek esetlegesen segíthetnek is nekünk. Ebből talán a legrégebbi és legjobban ismert a Harlekin katicának az esete, amelyet többször telepítettek be Európába, nem mindig sikerült megtelepedni, aztán, ahogy megtelepedett, onnantól kezdve terjedni kezdett. Nálunk 2008-as az első adata, amit lepublikáltak, de kiderült, hogy fénycsapdás anyagba korábban már 2007-ben jelen volt. Borzasztóan változatos. Aki nem ismeri, az sokszor összekeverhet és másfajnak gondolhatja az egyes kinézetét, hatalmas tömegben tud megjelenni, főleg amikor a levéltetvek rajzása van május-június hónapokban, de ilyenkor őszi időszakban hasonlóan a poroskákhoz előszeretettel húzódik melegvédett helyekre. Nem egyedül érkezett, hanem egy úgynevezett kapcsolt koinváziós jelenséggel egyetembe. Ez nem egy ismeretlen dolog, mert amikor a Lázius Neglectus nevezetű hangyafaj megjelent, az a hangyafaj magával hozott egy ászkarákot. Ő kettő darab, állatot, vagy kettő darab élőlényt hozott magával, egy Hesperomyces virescens nevezetű gombafajt, amely itt látható az állatnak a testén, ezek a gombáknak a tallusk akármilyen kitartó képletei a bogáron, Kárt nem okoz benne így, de nagy valószínűséggel, amikor hatalmas számban elszaporodik rajta, és néha hatalmas számban, akkor könnyen lehet, hogy az állatnak az esélyeit ö, csökkenti. Magát a gombafajt 2014-ben mutatták csak ki hazánkban. 2021-ben pedig egy ö, ö, entomopatogén ö, parazita fonálférgét sikerült kimutatni egy kollégának az állatból. Valószínűleg, hogy a Harlekin katicával együtt érkeztek ezek a fajok, és az egész világon ilyen formában terjesztik szét ezeket az állatokat. Van néhány ragadozó rovár, egy nagyon érdekes, csak az érdekesség szempontjából elmondom, bogárfaj, amely pajstetveket fogyaszt, nem telepítették be, egyszerűen megjelent. A történet izgalma az, hogy magyar kutató írta le annak idején Ázsiából, és aztán 2017-ben előkerült hazánkból is nem tervezett betelepítéssel. Egy nagyon látványos faj, egy teljesen új történet el az óriás imádkozó sáska, amely a Kaukázus irányából terjedt Európába, 2000-ben jelent meg Görögországba, majd aztán terjedt, és 2019 az első Magyarország alatt, ez jóval nagyobb, mint a hazai imádkozó sáskánk, és az első szárnyának a háti van egy-egy fehér pöttyöcske, könnyen felismerhető, és Budapestől elkezdve az ország egyre nagyobb részén jelenik meg, és terjed természetesen, és valószínűleg itt a klímaváltozás segíti az ő dolgait. Ha hasznos rovarokról beszélünk, akkor az első nagy öröm az volt, amikor megjelent a parlagfű bagoly lepke Magyarországon. Ennek nagyon örültünk, hogy akkor majd jön egy lepke, ami megszabadít bennünket a parlagfűről. Ezt a fajt ezt direkt betelepítették Észak-Amerikából az egykori Szovjetunió területére azért, hogy visszaszorítsa a parlagfűvet. Hát nem váltotta be a reményeket, nem lett kevesebb parlagfű, de onnan elkezdett terjedni, és megjelent Magyarországban 2012-ben, és azóta mindenhol fogják a fénycsapdák, viszont a lárváját nagyon nehéz megtalálni, ezt mondták nekem a lepkészek. De szerencsére van más is, ami segítségünk lehet, ez pedig nem más, mint a parlagfű olajos bogár, amely észak-amerikai eredetű, 2013-ban jelent meg Európába, és 2021-ben Magyarországon. Ezt a fajt, ezt mi az ország déli határáról vártuk, hiszen Szerbiában, Szlovéniában, Olaszországban már előfordul, de valamiért Budapesten került elő, hát valószínűleg, hogy valamilyen gépjárművel, vagy akármilyen közlekedési eszközzel jutott el Budapest területére, ahol megfelelő körülményeket talált, először soroksára mutatták ki, majd aztán mi megtaláltuk egész Budapest területén, és most kezdett el Budapest irányából szétterjedni, és bíznak abba, hogy ez a faj esetlegesen valamilyen szinten visszafoghatja a parlagfűt. Azért is bíznak benne, mert szemben a, a parlagfű bagoly Olaszországban, ahol nagy állományai vannak a parlagfű olajosbagára, 30%-os pollen csökkenést eredményezett a fajnak a jelenléte és kártétele a parlagfűn. Hát legyen így, én ezt kívánom, mi sokat dolgozunk ezzel az állattal. Sosem lesz vége, azt szoktam mondani. Néhány olyan faj, ami várható és a közeljövőben itt lesz, és közöttük nagyon-nagyon komoly károsítók vannak, amelyek a növényvédelem, aki, legyen az szelíd, de legyen az vegyszeres, annak a, a feladatait e, ránk fogják róni. Hát meglátjuk, hogy mi az, ami még emellett be tud jönni. Mint említettem, az anyag az a egy könyvecskénken alapul, amely a Tipotex kiadónál vagy idén, vagy jövő elején fog megjelenni. És itt mi 102 fajt szedtünk össze, amelyek kimondottan gazdasági hatással rendelkező idegenhonos és inváziós fajok. Jól látható a megoszlásba, hogy azért nagy számban a szipókások közül a növényítetvek, a bogarak és a lepkék dominálnak, és a szányok a többi csoport azért sokkal kisebb mennyiségben van jelenet a 102 fajnál. Ha megnézzük az eredetüket, <coughs> akkor az is látható, hogy elsődlegesen a mérsékelt övből származó fajok dominanciája van jelen, főleg Észak-Amerika és Ázsia az, amely kiindulási pontja lehet ezeknek a dolgnak, de egyre jobban jelennek meg a klímaváltozás hatása miatt növekvő számban például a mediterráneum vagy közép- és dél-amerikai eredetű fajok. Afrika az még egyelőre nem játszik, de hát nem tudjuk, hogy ez a jövőben hogyan fog változni. Ha megnézzük a fajok számát dekádok alapján, akkor nagyon jól látható az, hogy azért egy viszonylag alacsony szinten jelentek meg fajok az elmúlt száz évben. A változások azok itt indultak el a 80-as évektől, és a 90-es évektől egyre több fajt mutattak ki. 2010 és 2020 között majdnem 30 idegenhonos faj került elő Magyarországból, és most 2023-ban ennek már egy jelentős részét, az egyharmadát elértük. Tehát azt gondolom, hogy ez a szám ez valahova ide fog nőni az elkövetkezendőkben. Az ezredfordulót emlegettem többször is, és nagyon látszódik, hogy azért a fajok java része az ezredforduló után jelent meg, de valójában az ezredforduló az egy naptári szám, semmit nem jelent. Ami annál sokkal fontosabb, az 1990 rendszerváltozás. Amikor Magyarország kikerült a rendszerből, és kvázi nyitott lett, és a kereskedelmi forgalom nyugat és más irányba sokkal erősebb lett, úgy néz ki, hogy ez egy nagyon fontos mérföldkő volt az inváziós fajok terjedésében, és inkább ezt lehet mondani olyan váltópontnak, amikor az elszigeteltségből kinyírtunk, és ezt a lehetőséget az idegenhonos és inváziós fajok kihasználták. Remélem mondtam érdekeset, remélem mondtam izgalmasat, remélem mondtam olyat, ami új volt, de körülbelül ennyit szerettem volna elmondani. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.